6 évvel ezelőtt azzal a céllel alakult meg Körösi Lászlóné vezetésével az Inotai Kávéház Egyesület, hogy színesebbé és érdekesebbé tegyék a városrész kulturális életét. A jelenleg 13 főt számláló civil szervezetet most Erdélyi Eleonóra vezeti, aki azóta is rendszeresen szervezi az érdekes előadásokat és közéleti eseményeket, olyanokat, mint a mostani gyermeknevelésről szóló is. A Közéleti Kávéház Egyesület, amikor megalakult, azzal a célral alakult meg, hogy kulturális és olyan programokat próbálunk tenni, ami a faluban még nem volt. Így kerültek az adventek megrendezésre. Ezen alapon hívtuk meg dr. Pap Lajost, Csókai doktort, és most a falu óvodáin vezetőinek a kérésére volt egy ilyen igény, hogy pszichológust kellene meghívni, és próbáltunk nekik megfelelni ebben a dologban, hogy akkor olyant hívunk, hogy nekik is ez jó legyen. A rendezvényeinket azokat úgy szokjuk, hogy általában egy évben egy meghívott vendégünk van, és a 4 advent van. De attól eltekintve előfordulhat, hogy esetleg lesz még meghívott vendégünk ezen kívül, de ezt még most pontosan nem tudom. Az Egyesület május 25-én dr. Jane Lós Anita gyermekpszichológus látta vendégül, aki előadásában a gyermeknevelés fontos kérdéseit világította meg. A doktornő prezentációjában olyan dilemmákkal kapcsolatban is adott hasznos tanácsokat, amelyek a születés utáni hetekben jellemzőek. Például, hogy vajon miért sír a baba? 9 hónapon keresztül a magzatban volt az anyamébe, és utána megszületik, bekerül egy új világba. A sötétből, a melegből, a biztonságból, bizonytalan körülmények közé, a világosba, a zajba, a szokatlan ingerek közé, és akkor egyszer csak ott találja magát, hogy nincs az a biztonság körülötte. Én azt gondolom mindenképpen, hogy az a megfelelő megoldás, hogyha erre biztos választ kell mondanom, hogy a gyereket meg kell nyugtatni. Tehát a babát meg kell nyugtatni, és neki az a biztonság, hogyha körülötte ott van az édesanyja, felveszi, megnyugtatja, ringatja, dajkálja, ezzel biztosítja számára a biztonságot. Tehát régen voltak ilyen koncepciók, hogy el lesz a gyerek kényeztetve, kösse le magát, nem. A gyerek, aki megszületik, neki arra van szükség az első 15 hónapban, hogy maximálisan kielégítsék az igényeit. Hogy ezek az igények maximálisan ki vannak elégítve, tehát a komfort megvan neki teljesen, maximálisan, akkor ez a gyerek biztonságba fogja érezni magát, és ekkor építhetők rá a következő nevelési stratégiák, az, hogy tanuljon meg önállósodni, hogy tanuljon meg önkontroll gyakorolni, tehát hogy az első 15 hónapban az a lényeg, hogy a gyerek biztonságban érezze magát. A Közéleti Kávéház Egyesület programjait mindig vallásos szemlélet hatja át, így a civil szervezet soron következő rendezvénye is ennek a jegyében fog majd zajlani.